Hölgyeim és uraim, műsorunkat megszakítva kell beszámolnunk arról, hogy utána jártunk Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úrnak, aki körülbelül két hete mondott le miniszterelnöki posztjáról. Egyébként ő itt most már mögöttem nagyon izgatottan várja ezt az interjút, mivel hogy szegény Feri bátyánk, ugye már Leto. Ugye továbbképzésre jár most a Bard College egyetemre, de New York államban, ugyanis van mit még bepótolnia. Szóval fontos műsorunkat megszakítva, számomra a műsor Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, volt miniszterelnök úrral folytatott interjújára. Szóval, miniszterelnök úr, mit gondolja az ország helyzetéről jelenleg? A mikrofont azt csukja. Így? Ne takarja a lényeget le. Takarja el a lényeget, miniszterelnök úr. Szóval miniszterelnök úrunk, mint mondtam, nagyon izgatottan várta már ezt a beszélgetést. Nem veszik föl. Mert hogy jó. Van mit bepótolni, az egy dolog, de... Ezt fölveszik? De szeretne azért valami biztos. Nagyon fontosat mondani, az ország, mint. Ez csak... Mint az ország, ugye? Miniszterelnök úr, önnyel. Hát, köszönöm szépen. Kedves barátaim. Fantasztikus dolog politikát csinálni. Fantasztikus. Fantasztikus egy országút ezek. Az utolsó másfél évet azért tudtam én személy szerint csinálni, mert egy dolog ambicionált, és egy dolog fűtött. Visszaadni a baloldalnak azt a hitet, hogy megcsinálhatja, hogy nyerhet, hogy nem kell lehajtani a fejét ebben a kurva országban. Miniszterelnök, a mikrofont egy kicsit azért kérlek, hogy mindenki hallja az ország szíve szabát. Hogy nem kell beszállni Orbán Viktortól, meg a jobb oldaltól. És tanulja most meg, már meg magát. Nem ő hozzájuk megyünk mérni, hanem a világhoz. Kedves barátaim, ez adta a hitet. Hogy miért érdemes, nem érdekel, hogy benne leszünk-e. Hogy én személy szerint egyáltalán nem érdekel, csinálunk-e valamit. Tulajdonképpen annyit szeretnék mondani, kedves barátaim, hogy elhoztunk.